Nagyon tisztelettel köszöntöm Önöket, és köszönöm a polgármester úrnak a meghívást, köszöntöm a szomszédkörségek polgármestereit. Nagyon nagy vita előzte meg a mai történést, ami itt van. Egyébként Hortó kapcsán a parlamentben azon ment a vita, hogy kimentjük-e az önkormányzatokat az adósságból. És akkor azt mondták néhányan, hát nem mindenki érdemli meg, úgyhogy mindenkit nem mentsünk ki, csak azokat mentsünk ki, aki jó gazdálkodott. Csak elment a vita azon, hogy hát hány évre menjünk vissza? 4 évre, 8 évre, 12-re, 16-ra, 20-ra, melyik időszakot nézzük meg? Hogyan tegyük felelőssé azokat a polgármestereket, akik 90 és 94 között működtek, és talán már nem élnek. És ezen a vitán nem mentünk el, hanem azt döntöttük, hogy mindenkit, aki eladósodott, mindenkit kimentünk az adósság csapdából, ez 1200 milliárdba került az egész országba. 1200 milliárdba. Igen ám, de hogy ezt megtettük, azonnal jelentkeztek azok a polgármesterek, akik nem voltak eladósodva, hogy mi lesz ővel. És akkor megjutalmazza azokat az önkormányzatokat, akik nem adósodtak el, már úgy gazdálkodtak, úgy tették a dolgokat, és ezért kerülhet egy csomót, kapott Hortó település, és még egyszer fog kapni ennyi pénzt. Ezt azért csináltuk, mert úgy gondoltuk, hogy egy kicsit meg kell veregetni az ilyen települések vállát, hogy valóban úgy tették a dolgokat, ahogy kellett. Én örülök neki, hogy ez a pénz jó helyre hasznosul. Mikor a polgármestert meglátom, bejöttem a faluban, szánszándékkal nem álltunk, nem azért, hogy megsértjük, de mindig körbenézek a településet, és szeretnék gratulálni a település polgármesternek, képviselőinek és a polgárainak, mert egy igazi kis égkincs, égkő itt ez, amit látni lehet Hortón. Én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen gyönyörű szép település van, lehet látni, hogy van gazdája a településnek. Én azzal kérem Önöket, hogy ezt a munkát folytassák, amit elkezdtek, mert mi országosi képviselők és a falvaink és a megye és az ország csak akkor lehet sikeres, hogyha ilyen polgármesterek, ilyen képviselők, ilyen polgárok lakják. Én azt gondolom, mindenki tenni akarja a dolgát, és ebből egy sikeres ország.